Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Legyen csodálatos a hétvégétek, tartsatok velünk. Egy nagyon kellemes kapros tejfölös, bajor húsos káposztát készítek el, a teljesség igénye nélkül, mutatom nektek hamarosan. Ezt az ételt akár el lehet készíteni bográcsba, kemencébe, ha valaki rendelkezik vele, akár a tűzhelyen sütőbe, vagy éppen egy babos köcsökbe is odatolva mondjuk a parázs mellé. Nincsen babos köcsög, nincsen kemence, most itt vagyok a lakásban, így hát marad a sütő. Tűzhelyet is megemlíthetném, ugye a tűzhelyen készül az étel, többször oda kell lépni, jobban oda kell figyelni. Ezt a sütőnél nem kell megtenni, egy bő 3 órát fog készülni az étel, és maximum egyszer fogok rátekinteni, pontosabban veletek együtt. Na, deszkának a tartalma, láthattok savanyú káposztát, kaprot, hiszen kapros az étel, és ebben a helyzetben nyista pista, petrezselyem nem kell, az benn van a hűtőbe, más ételekhez félre van téve. Láthattok egy babérlevelet, egy kis árva babérlevelet, de természetesen itt még spulnizni fogom, a káposzta így lett eltéve. Na, vörös hagymát láthattok, fokhagymát, tejfölt, nagyon finom füstölt szalonnát, aki gondolja, és nincs füstölt szalonna, nyilván akár sertészsírral, libazsírral, kacsazsírral is tud dolgozni. Természetesen itt van egy jó kis kolozsvári szalonna, paprika püré, paradicsom paszta, vagy éppen pont fordítva, teljesen mindegy, mind a kettő pürésítve van. Láthattok sót, egy nagyon-nagyon pici borsika füvet illik hozzá, higgyétek el, akinek nincsen, azért érdemes venni egy kis zacskóval, tegyétek bele, megötvözi, nagyon finom ízeket ad az ételnek. A babérlevelet már mondtam, színes borsot láthattok, a dagadóra kitérve, mivel most dagadóval dolgozom, ezt az ételt általánosságban oldalassal, dagadóval, vagy éppen csontozott csülökkel, a legrosszabb esetben, ami egyébként nem rossz eset, tarjával szoktam elkészíteni. Na, ennyi volt az anyagfelhozatal, hamarosan el is kezdjük, egy pici előkészület, darabolás, utána zsupsz, mehet a sütőbe. Kezdünk, szeretni fogjátok! Első körbe vágunk egy kis szalonnát, nyilvánvaló nélkülözhetetlen, nagyon-nagyon szeretjük. Említettem a zsíradékot is, nyilván akinek nincs szalonna, bátran dolgozzon zsírral, de érdemesként egy 15-20 dekát kell venni, mindig elfér a hűtőbe, és ha nem tudjátok elhasználni, maximum kimentek a sütők egy jó kis szalonnát. Na, nagyon sok videóban mutattam nektek, elkezdem szeletelni a szalonnát, bőrig vágom, semmi nagy technológia, még egy szeletke, na imádjuk, itt megállok, elvágom, jöhetnek a keresztvágások, na itt a vége le is hullott, ott már nem volt bőr, nincsen jelentősége, így szépen be kell vágni, be kell írdalni, utána el kell fektetni, és azonnal mutatom nektek, meg is születik hamarosan, ezt gyorsan összevágom, itt az első kör, jöjjön a második kör, megfogjátok, és ebbe a helyzetbe egyszerűen így fölkockázzátok. Nézzétek meg, megszületik a rengeteg apró kicsi kocek. Amikor a vége fele jártok, el kell fektetni a szalonnát, mutatom azt is, hogy minél jobban tudjatok a kezetekre vigyázni, és 2-3 formációba le kell bontani róla a kockákat. Természetesen a bőr is belekerül az ételbe. Ennyi volt az egész, nézzétek meg. Itt a végét is levágjuk. Anyag nem vész el, csak átalakul. Ennyi. Mutatom a kolozsvári szalonnát. Ezt odébb kotrom. Itt ebben a helyzetben nincsen kockázás, megfogom, ez egy 300 g, és ilyen szeletekre fölvágom. El is indíthatjuk ezt a finomságot, és igaz, mondtam, hogy sütőbe készül az étel, de egy pici technikai előkészület, azért itt történik a tűzhelyen. Na, fölforosítottam az edényt, pontosabban alágyújtottam, jöhet bele a füstölt szalonna kocka bőrrel együtt, alaposan ki fogom sütni, körülbelül egy olyan 2-3 perc alatt. Érdemes odafigyelni, egyenletesen süljön. Jöjjön egy kis vörös hagyma, fokhagyma aprítás, szalonnára mindenféleképpen figyeljetek oda, nagyon-nagyon fontos, meg ne égjen. Annyit fogok tenni, bevágom a hagymát, és nézzétek meg körülbelül, és ebbe az ételbe is, mivel hosszan készül, bőségesen jó a goromba módozat, tehát egyszerűen gorombára összevágom. Pikpak meg vagyunk vele. Akinek nem megy, természetesen jó lassabban is, az a lényeg, hogy vágjátok föl a hagymát. Vagy éppen akinek nem sikerül elsőre,
megfogja, összehúzza, számtalan esetben mutattam, és egyszerűen pár mozdulattal az egészet átvágja, ennyi egyszerű az egész. Fokhagymával kapcsolatban egy ripiropi megdurrantom, és ezt is főszeletelem. Ennyire egyszerű. Megyünk vissza a szalonnához, rátekintünk, és utána mehet rá az a jóság. Gyönyörű szépen kisült a szalonnának a zsírja, mint látjátok. És hát, hogy milyen jó illatok vannak a konyhában, tudjátok, amikor sül a szalonna, hát abból már rossz végeredmény nem lehet. Vörös hagyma, fokhagyma kombó, rálapátolom. Dobok egy nagyon pici sót. Halljátok, milyen jó hangja van? Na, dobok egy kicsi sót, egy teáskanállal körülbelül, minél hamarabb rodjon össze. Ez a művelet körülbelül egy olyan 2 perc ismételtem. Addig összedurrantom a kaprot is. És hamarosan építkezhetünk, van még a husi, avval is egy pici technológia van csak. Összevághatjuk a kaprot kaporral kapcsolatban, mindenképpen az ezt is természetesen mossátok meg, papírtörlővel egy picit szárítsátok le, és egyszerűen annyit szoktam tenni, és nem úgy, mint a petrezselyemmel, egyébként amikor ilyen hosszantartó étel fő, nyugodtan a szárát is bele lehet vágni. Na, mint látjátok, csak igen vastagon el fogom darabolni, ennél jobban nem vágom össze. Ennyi. Finomra nem kell összevágni. Megyek a hagymához vissza. Haladhatunk tovább, nézzétek meg, gyönyörű szépen összeesett a hagyma, fokhagyma, és még mindig nagyon-nagyon finom illatok vannak, továbbiakban még jönnek. Na, következő lépésként belelapátolom a paprikapürét, majd még kiöblítem az edényeket természetesen, jöhet a paradicsom hozzá, és lényegében ebbe a receptbe piros paprikát nem is használok, hiszen nem székelykáposztát főzünk. Jöjjön egy kis borsikafű, bátran, 2 teáskanállal hozzálapátolok, jöjjön a babérlevél, 5 pici babérlevél, teszek még egy nagyon-nagyon pici sót, de többet nem, hiszen a kolozsvári szalonna, a füstölt szalonna, és már tudjátok, a hagymát is lesóztam, tehát sós, oda kell figyelni mindenre, inkább menet közben ízesítsetek, pontosabban nézzetek rá, kóstoljatok. Jöjjön a színes bors, nyilván bármilyen borsot lehet használni, tetszés szerint tökéletes, és ebbe a pillanatban rálapátoltam a kaprot. Össze fogom forgatni, 1 percig hőkezelem, lezárom, hagyom hűlni, addig dolgozunk a husival. Lényegében a paprikától és a paradicsomtól fogja megkapni a színét az étel. Jöjjön a dagadó, nagyon-nagyon szeretjük, gondolom ti is. Itt a dagadóról egyetlen egy mondatot hagy mondjak, vagy éppen az oldalasnál, hogyha én nagyobb darabba veszitek meg az oldalast, és mielőtt elhoznátok a hentestől, akár csontfűrésszel, vagy épp csapassátok el, jobb a csontfűrész, nem lesz szilánkos, tehát annyit szeretnék mondani, akár itt el lehet választani, és kisebb darabokba beletenni, én megmondom őszintén, nálunk így dívik, egybe szoktam hagyni, és én nagyobb darabokra vágom össze, mutatom is nektek, körülbelül ez a séma. Nézzétek meg, fantasztikus, zsíros, nagyon-nagyon kellemes, de természetesen húsos is. Na, így fölvágom, és ilyen nagyobb darabokba kerül az ételbe. Következő szakaszban jöhet az ételnek az összeállítása. Látjátok ezt a fantasztikus alapot, elkészült, egy nagyon picit hagytuk meghűlni, hiszen jobbkezes technológiával fogok dolgozni, azaz a káposztát össze fogom keverni ebből az alappal, és természetesen utána még a dagadóval is össze fogom forgatni. Na, amit szeretnék mondani nektek hasznosként, akinek hasznos, amikor megvásároljátok a savanyú káposztát, mindenféleképpen nem az én szempontomból, a tiétekből, érdemes megkóstolni a káposztát, milyen savanyú. Ezzel csak annyit szeretnék mondani, mi soha, de tényleg egy esetben sem, amikor nagyon savanyú volt a káposzta, akkor sem mossuk ki, hiszen nagyon-nagyon kedveljük ezeket az ízeket, akár egy töltött káposztánál, rakott káposztánál, és sorolhatnám, tehát, vagy éppen ennél a káposztánál, nem szoktam kimosni. Annyi a következő, hozzáborítom, pici lével együtt természetesen, és jó alaposan össze fogom keverni. Ahogy megvagyok vele, jöhet a hús bele. Nagyon-nagyon pozitív,
alaposan forgassátok össze. És utána ráborítom a húst, úgy szintén megteszem ezt a műveletet. Forralok vizet, és indulhat az étel. Na, mint látjátok, meg is vagyok vele, jöhet a dagadó, hozzálapátolom, és ebben is alaposan át fogom forgatni. Pár pillanat az egész. Nagyon-nagyon patent. Jó, meg vagyok vele. Tökéletes, ebbe a helyzetbe jöhet a kolozsvári szalonna, amit a tetejére fogok csak tenni. És hamarosan jöhet a felöntés. Forralok vizet, azonnal itt vagyok. Jöjjön a forró víz. Forraltam vizet. Természetesen, ha gondoljátok, hideg vízzel is fölönthető. Itt egy nagyon picit így meg tudom gyorsítani a folyamatot, úgy mondva. Ráöntöm, pontosabban elkezdem ráönteni. Néha egy picit megmozgatva az edényt, terüljön az anyag. Annyit kell csak rátenni, hogy éppen lepje el, kezdi, csókolom, többet nem. Begyújtottam a sütőt, melegítem, hamarosan dobom be. Ennyi. Elindítjuk ezt a finomságot. Fel is fűtött a sütő 200 Celsius fokra, alsó-felső sütési módozatba készül az étel, és alulról a második rácsra teszem föl az edényt, hiszen a magasság miatt, ezt ha fölemelném a rácsot, nem tudnám már megtenni, de így teljesen tökéletes. Na, amit szeretnék mondani nektek, 2 óránál ránézünk, említettem, jó bő 3 órát készül az étel, 2 óra után ránézünk, 2 óra elteltével ránézünk, kiveszünk egy nagyon pici forró folyadékot majd a tejfölhöz, összekeverem, félretesszük, és majd az utolsó, legutolsó szakaszba az is hozzá fog kerülni. Na, hagyd szóljon, picit rendet csinálok, le tudjam nyitni, 2 óra múlva találkozunk. Kettő óra elteltével kivesszük a jóféle kis káposztánkat, húsos káposztánkat. Természetesen a sütőt nem kapcsolom ki, mutatom eddig hol tartunk. Botrányos a tartalom, azt kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon jól néz ki, és az illatokon nem is beszélve. Na, ebbe a helyzetbe, és látjátok, mennyi a létartalom, semennyit nem öntöttem hozzá, és nem is fogok természetesen. Annyit kell tenni, egy kis kanállal ebbe a helyzetbe tudtok kóstolni, ezt én is megteszem. És most meg lehet állapítani, hogy hiányzik-e bele valami. Ha igen, akkor lehet fűszerezni, vagy éppen egy kicsi sót hozzáadni. Teljes mértékben frankó, semmit nem teszek hozzá. Viszont ebből a pici léből, zsíros léből kiszedek a tejfőhöz, át fogom kavarni, félreteszem, és az utolsó 5 percnél hozzá fogom adni. Lényegében ennyi. Kis habverővel annyi a történet, össze kell kavarni. Ez csak az elméleti rész, nem mutatom végig. Na, visszakerül a káposzta. Még körülbelül egy olyan 55 perc akkor. Utána hozzá fogom adni természetesen a tejfölt, és lényegében el is készült az étel. Hadd szóljon. Röpül vissza. Itt az a lényeg, utána a tejfölt alaposan keverjétek ki. Még egy 55 perc. Mutatom a továbbiakat. Eltelt majdnem egy óra. Ismét jöhet ki a fazék. Mutatom nektek a tartalmat. 55 percnél járunk egyébként. Nézzétek meg, milyen csodás. Hát ezt amúgy ebben a pillanatban most már lehetne lapátolni. Na de, hogy szoktam volt mondani, még nincs vége a folyamatnak. Jöhet hozzá a tejföl. Hozzá fogom borítani, spatulával kiszedem itt az értékes alapanyagot. Minden cseppje kincs című fejezet. Tökéletes, ha ezzel megvagyok, hozok egy kannalat magammal, és éppen lazán az egészet át fogom forgatni. 5 percre visszadugom, és lényegében tálalásig ott tartom. Tehát 5 percnél le lehet kapcsolni, tálalásig maradhat a sütőbe. Ezt nézzétek meg, milyen csodás.
Egyet még ott nyom. Szüksége van a tejfölnek rá, egy kis hőkezelés szempontjából. Hát remélem, hogy meghoztam a kedveteket hozzá. Csodálatos étel. Úgy ízvilágba, kinézetbe, gyönyörűséges. Na, veszem föl a kesztyűt, visszatolom, még 5 perc, és utána tálalunk. Kesztyűt ne felejtsétek el, nagyon-nagyon fontos, nehogy rányúljatok. Tálaláskor találkozunk. Innentől 5 perc, nem tovább. Nagyon sok szeretettel mutatjuk kitálalva ezt a fantasztikus ételt, és nem azért fantasztikus, mert én készítettem. Higgyétek el, ha elkészítitek, imádni fogjátok minden pillanatát, és higgyétek el azt is, hogy ízleni fog. Nagyon-nagyon kellemes, mély, tónusos ízek, benne a jóságos kis kapor, tehát én csak ajánlom, hogy próbáljátok ki ezt a fantasztikus tejfölös, kapos, bajor, húsos káposztát, nem lesz benne csalódás. Mint látjátok, kipakoltam egy ételt ebbe a mély tányérba, mert mindenféleképpen mély tányér a sok-sok szav miatt. Természetesen hát ki, hogy szereti, én sok szavtal szeretem, és még ennél többel is meg szoktam borítani, csak a tálalás miatt szerettem volna úgy megmutatni nektek az ételt, hogy lássátok magát a kolozsvárit, lássátok a dagadót és a jóféle káposztát. Egy pöttyi tejföllel, friss kaporral tálaltam, és hát a jóságos friss kenyérrel. Fogadjátok tőlük nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, láttátok mennyire egyszerű az étel, 3 órát be kell dugni a sütőbe, vajpuha lesz a tartalom, és nincs más hátra, csak odaülni és belapátolni. Szevasztok, jó egészséget, mindenkinek csodálatos hétvégét kívánunk, jó étvágyat hozzá!